Sziasztok, Horváth Péter vagyok, elérkeztünk az újabb kávétest 10. részéhez. És ebben most nem fogtok látni nagyon. Most... hoppá. Nem jó? Mert ebben a részben az a lényeg, hogy megtudni, hogy melyik a jobb kávé. Tehát az Nespresso vagy az Orion. És ugye bár lehet látni, ebben nincs semmi. De elég kicsi kéne, hogy beférne. Hanem most elsőnek leteszteltem az Orionból, hogy abból milyen lehet leinni. Úgyhogy ja. Na, hát... ez befér, jó. Úgyhogy elsőnek abból jön a tesztelés. És most közelebb is hoztam a kamerát, és lehet is látni szerintem az új kávéfőzőt. Hogy, ja. Na, a lényeg az, hogy itt van, és akkor... ezt kell ide betenni. Vagy, hogy is volt ez? Ah, most jó. Tehát ezt ide berakjuk, és nem esett le. Rákukjuk, oké. És akkor... na. Na mi van? Hát... na azért. Bejön is. Már jobban is lehet látni. Tehát ilyen. Ilyen az új kávéfőző. De szerintem ti nem látjátok ezt a kis füstöt. Nem baj. Ennyi gond legyen. Hú, de forró. És ez lehet látni, tökéletes. Tökéletes. De azért még valami hiányzik. A legfontosabb az a cukor. Igen, a cukor melyik a kávé, hát hogy is mondjam, nem annyira kávés. A cukor pedig de ott is van, most itt van az asztalon. Ja, szerintem megfogjuk. És a másik, egy kis többék. Csak hogy biztos, ami biztos legyen. Most elkavarjuk. Fú, de forró! Ilyen még nem volt, hogy forró lenne. Oké, na. Lássuk milyen. Tökéletes. Kiváló, de megnézzük ezután, amivel eddig is csinálta, az Orionnal, hogy az milyen. De előbb ezt megisztom. Egész jó. Szerintem
Szerintem kiváló. Megfelelő. És tudjátok mi a legjobb? Azt, hogy ezt nem kell megmelegíteni. Tehát tényleg berakom a kávéfőzőbe, nem kell berakni a sütőbe, már mint a mikróba, hanem felmelegíti, elképesztő. De azért meglátjuk, hogy mit tud ehhez képest az Orion kávéfőző. Az jobb vagy rosszabb ennél. Nem rossz. Amúgy mielőtt megcsinálnám, mielőtt rátennek az Oreo-ra, az a bökkenő, hogy oda csak ilyen kicsi, tehát ilyen kis alátételet jó. Például próbálkoztam az a két bögrébe, azt nem fogadta el sajnos. Tehát az a baj. De most nézzük meg, milyen a másik. Az jobb vagy rosszabb? Akkor lássuk is hozzá, itt van ez. Itt van tulajdonképpen az, aminek kell is lennie, kávénak. Ennyi elég is, most jön a tej. Pont tökéletes, pontosan. Hát a tejhozban vagy a kukával, ebben már nincs is szorszoros ételben olyan, ami már kéne vele, és már csak egyetlen egy dolog hiányzik. Jó, hát még nem teljes rend, de ami kell a kávéhoz, az pedig a cukor. Anélkül semmi, nem olyan, mint kéne. És ha úgy nézünk. Ó, olaj! Ez majdnem kiomlott. Egy. Kettő. Három. Inni. És akkor nézzük. Tökéletes. És akkor most berakjuk a mikróba. Másodperc. Ugyebár előbb ebből ittam, most fogok ebből meginni, hogy lássuk, hogy tényleg milyen az összehasonlítás. Mert ez szerintem már tényleg fontos, ha már ennyi ideje csinálok kávétesztet, és ez már tizedik videó, jó ég. 5, 4, 3, 2, 1, 0. És ott is a kávé. Óvatosan, óvatosan, nagyon óvatosan. Ezt becsukjuk. És már annyi maradt hátra, megígyam. Nem rossz, nem rossz. Van nem olyan pontosan, mint ez a kávé. De mintha valami hiányzott. Pedig cukrot is tettem bele, de mintha valami hiányzott.
lehet, hogy kevesben a cukor, az a hiba. De attól, igen, lehet, hogy nem elég három cukor ebben, lehet, hogy még több cukor kellett volna. Lehet, hogy még plusz egy. Az a baj, hogy a végén van a cukor. Ja. Na, minden esetre attól még jó. Szóval... hát nem tudom. Mind a kettő egyszerűen zseniális és nagyon jó. Nehéz választani. Nagyon nehéz. Hát így a videó végére csak két folyátszó maradt. Ami nektek kell meghoznatok kommentben. Miközben az egyik az, hogy tulajdonképpen leírjátok szerintetek az Oreo, vagy a Nespresso főző a legjobb, vagy pedig kértek egy visszavágót, mert úgy érte, hogy az Orionból csináljak még egy ilyen videót, és akkor az alapján döntsek, vagy ti mondjátok el, melyik a legjobb. Ezt kell nektek megtenni, kommentben várom a választatokat, és ha sok komment jön, akkor lesz.